készülünk az estében. Hát szevasztok! Ahogy azt mondtam, ugye nemrégiben még Halason voltam, és onnan jelentkeztem be, miközben havat lapátoltam. Ugyanis ma este megyünk egy elég különleges eseményre. Nem máshova, mint Lacikám, hova. A lényeg az egészbe. A belvárosban közlekedő számos járatunk terelt, illetve el is közlekedési rendjén. Na szóval a jó hírek után, amit hallhattunk, mai este folyamán a budai ékedben, azaz a Széna téren egy UV-s égdiszkón fogunk részt venni, mint fellépők, és vlogolunk nektek, megmutatjuk, milyen az, amikor a közkedvelt UV-parti nem egy klubban, nem egy nyári fesztiválon vagy strandon, hanem egy jégpályán van jelen. Úgyhogy fordul egyet a kamera, és a jégkedvel jut. They say we got no future at all. They wanna keep us out, can't hold us down anymore. We gonna rise till we fall. When we hit the bottom, nothing gon' stop us. Climb to the top with you. We could be the greatest ones you ever made. Yeah, I could be talking to you. They tryna hate, but we won't change anything at all. We gonna rise till we fall. They think we just drop us, living at a mom's house. Must be so proud, they know it all. No, they don't speak our language. They say we're too savage, yeah. No, no, we don't give up anymore. Sokan festik az arcukat, a szájukat, a hajukat, letakarítják a jeget, bekapcsolják az UV-fényeket, a lézereket, és onnantól kezdve indul az első UV-diszkó, itt a jégkertben. Addig is egy kis retro sláger. New York, LA, Berlin, say hey to Tokyo. Rio, De Janeiro, here we go. Hello, can you just feel it? Are you ready to go? Hello, do you receive? Elcsúsztunk a dolgokra, ugyanis nem sok időnk volt már az este folyamán, miközben hazafelé jöttünk, se kezünk arra, hogy sem energiánk. Viszont most így másnap reggel azt kell, hogy elmondjuk, hogy mi iszonyatosan jól éreztük magunkat, egyszerűen fenomenális volt. Valami eszméletlen nagy erő volt az, hogy jégpályán is fesztiválozhatunk, jégpályán is fesztiváloznak az emberek, ahogy énekelnek, ahogy integetnek, ahogy örülnek az ajándékoknak. Ahogy elesnek. Összességében nagyon cukik, meg nagyon jók voltak.
Illetve ugye nagyon sokan is voltunk, mint ahogy azt már beordítottam a kamerámba a jég széléről, mint láthattátok. Reméljük, hogy sikerült nektek átadni ezt az érzést, erre igyekeztünk Lacival, és annyira jól sikerült az egész, hogy most, azaz legközelebb 12-én egy Neon Ice Partival is jelentkezni fog a jégkel, egyre populárisabb rendezvényekkel jön ki így a jégpálya, úgyhogy nagyon örülünk ennek. Ugyanis most nem UV fényektől, hanem neon fényektől. Neon karkötő, szemüveg, sapka, maszk. Szóval ezek fognak érkezni január 12-én szombaton, és hogyha látjátok ezt a videót és van kedvetek, akkor gyertek, és hogyha odajöttek hozzánk, biztosan örülni fogunk nektek. Mi várunk szeretettel, kocintunk. Vagy egy forralt teával, vagy egy forralt borral. Az a legjobb. Mindkettő iszonyat finom. Úgyhogy gyertek, skacok, várunk benneteket sok szeretettel, és köszönjük, hogy velünk tartottatok ebben a vlogban is. Sziasztok! Cső! Ha 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 ha.